Tanuló szerződés keretében a középiskolás diákok képzése valós munkakörnyezetben zajlik. Mindez jó alap a későbbi munkaszerződéshez és munkabérhez, emellett szociális státuszt, illetve anyagi függetlenséget is biztosít. A minimálbér emelkedésével 2019. januárjában nőttek a tanulószerződéshez kapcsolódó juttatások is. A tanulószerződéses juttatás a minimálbér 1%-aként van meghatározva, és ez attól függ, hogy az adott képzésnek milyen arányában van a gyakorlat. Minél nagyobb arányban van a gyakorlat, annál több alapvetően ez a juttatás, de minden esetben ez a minimálbér bizonyos százaléka, tehát ha a minimálbér emelkedik, akkor ezt is kötelező emelni. A Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara közel 2000 tanulószerződést gondoz a megyében. Az adatok szerint ezek a középiskolás diákok 330 gyakorlati képzőhelyen vannak elhelyezve. A juttatások változása az egyetemistákat is érinti. Felsőoktatási duális képzés keretében például az Egri Aventics Hungary Kft.-nél, ami az Emerson csoport tagja, jelenleg 12 ilyen hallgató van, a debreceni, a miskolci és az Egri egyetemről. A minimálbér miatt nekik is módosítani kellett a hallgatói szerződéseket. Másrészt viszont ugye a törvény abban is változott, hogy a heti minimálbér 15%-a juttatásról át kell térnünk a havi 65%, minimálbér 65%-ában megállapított juttatásra. Ezen kívül egyébként mind a tanulóinknak, mind a hallgatóinknak étkezési hozzájárulást adunk, amely a törvényben meghatározott. Magasabb mértékű. Ezen kívül azok a hallgatók, akik nem Egerben és környékén laknak, a gyakorlati képzés ideje alatt lakhatási támogatást is kapnak. Ez egy egyedi példa, ami cégenként változó lehet.